Üdvözlök mindenkit! Nekrokrém vagyok. Kértétek, egy jó páran kértétek, úgyhogy jöjjön Trinity 2020-ban. Szóval, tudjátok, van ez a Warframe, hogy inaros. Ja, Uber OP, tankos, mint állat, és azt hiszi ő a legjobb mindenben. Uh, és ja, ha az egy frankó jó warframe és amikor az Zinarosszal a azt hiszed, hogy megállíthatatlan vagy, a legjobb vagy, a legjobb warfamed van de ismeritek azt a mondás, mostanában a mondás, most hogy úgy van hogyha úgy hiszed, hogy valamit nagyon jól tudsz akkor jön egy kínai kisgyerek és megmutatja hogy sokkal jobb, mint te na most ez a Trinity versus Inarosz, mert a Trinity mindent jobban tud, mint egy Inarosz, és miért az Inaroszhoz hasonlít a leginkább azért, mert erejében véve a Trinity legalább egy annyira erős tank, igazából nem legalább annyira erős tank, hanem erősebb tank, mint az Inaros. Az Inarosnak sok minden kell, hogy életben maradjon, igazából trinity nem olyan sok minden kell, hogy életben maradjon, leginkább egy képessége. Elég jó, igen, az Inaros az Arkén grace -nek köszönhetően igazából semmit csinálással is életben tud maradni, de hogyha Endurance küldetése kerül a sor, köpni mernék, hogy a Trinity sokkal később fekszik meg, mint egy Inarosz. Mert hogy az Inarosznál az Arcane Grace az csak akkor kapcsol be, hogyha sok kicsi damage kap, de ha az Inarosz nagy damage kap hirtelen, akkor az bizony eléggé meglátszik az életén, hiába van neki 9000. Szóval az igen-igen igen, meg tudja nehezíteni az Inaros dolgát. Ugyanakkor, ha a Trinity kap egy hirtelen nagy lövést, az első a Shield Gating, a másodikat meg felfogja az Abatingling és az Ultia. A harmadikat is, meg a negyediket is, meg az ötödiket is, igazából. Szóval a Trinity egy rohadtul OP karakter, és mindent jobban tud, mint hasonszörű tank karakterjei. Mindent jobban tud. Elképesztően erős karakter. Az igazság az, hogy a történelméből adódóan a játékosok csak két arcát ismerik, igazából. A Blessed Trinity-t és a Vampire leech -t trinity -t. ugye bár az egyik über sok energiát szolgáltat, a másik pedig blessed ad a társaknak, és a Trinity szerepe leragadt ennél. Egyesek a klámban azt, hogy rabsz, rabszolga Trinity. Tehát az azt jelenti, hogy Trinity semmi másra nem jó, csak arra, hogy energiát szolgáltasson. Ebben a videóban természetesen beszélünk arról, megmutatom a Vampire List Trinity-t, és mutatok másik két modolást, ami megfelel a Blast Trinity-nek uh, tulajdonképpen, és amit itt a videóban láttok, uh, hogy játszok véle. Ez természetesen hard mód steel path, és a Trinity-vel, hát jó, no comment, gondolom látjátok, hogy mit tud a kicsike. Egyek -eg, olyan kevés warframe közül, akivel fent tudom tartani a live supportot a Steel ban kb. gond nélkül. És aki jár a Steel azt tudja, hogy a life support az e, némileg mozerás. Na, a Trinity-vel ez sem probléma. Szóval, és továbbá be fogok mutatni egy harmadik modalást is, ami, és már mostanában kezditek kéregetni, a Kubró és a macskák köré fog helyeződni, mert a Trinity talán az egyetlen olyan Warframe ebben a játékban, talán a Loki mellett esetleg, de talán az egyetlen olyan Warframe, ami igazán életben tudja tartani a kutyát, macskát, állatot, mindenféle szentinelt igazán életben tud tartani. És hogyha a kutya macskára kerül a sor, uh, endgame egy kutya és egy macska elképesztően nagy segítség lenne, ha nem feküdne meg. Na most a trinity ilyen gond nincs, mert a Blessel 75%-os uh, damage reduction tudsz adni nekik, és egyszerűen ez az, aminek a... Uh, hubróknak és a macskáknak szüksége van egy 75%-os Damage Dragonfly-ös modra, vagy valamire. Na most a Trinity ezt megadja nekik, így aztán a Pack Leader nevű moddal, ugye, kardozással életben tudod tartani a kutyát meg a macskát endgame-ben is a Trinity-vel. Hát igen. És ugye milyen set módok vannak mostanában a kutyákra és a macskákra, az igen, igen, megkönnyítik a sebzés, és, és általánosan véve a kubrók és a, a kavatok elég hasznosak, és két olyan mondalást fogok mutatni mind macskára, mind kubróra, amit általánosan az összesen rárakhattok, hogyha szeretnétek, és vihetitek magatokkal a kedvenc állatotokat. A, a, mi a fókusz iskolákat illeti itt is madurát tudnék ajánlani a vakítása miatt további tömegkontroll árkéneknek, tenó árkének, megint csak tudom ajánlani a magus anomalit, ugye összehúzza, hogyha visszamész a warframe-edbe tenóval, összehúzza feléd az összes mobot 20 méteren belül, hármas szinten legalábbis, és a maduráj által meg is vakítja őket, így aztán effektív tömegkontrollod van. Hármas képessége a Trinity-nek 75%-os damage reduction, ulti a 75%-os damage reduction, egyszerűen életben tudsz maradni akárhol vele, és mindenkit el tudsz a némi tömegkontrollal, amit a Tenó tud biztosítani. Ugyanez igaz lehet akár Zenurikra is. Például, szóval, Hölgyeim és uh, Uraim, így uh, állnánk a trinity -vel. csak ugye a történelmében uh, sajnálatos módon leragadt a, a Vampir Trinity-nél és a Blast trinity és csak annyi funkciója maradt meg ennek a karakternek, hogy életet szolgáltasson, illetve energiát szolgáltasson. Mm. Pedig, uh, hogy őszinte legyek, uh, mind ezek, hogy is mondjam, így. Azért készültek ezek a képességei a trétinek, nem azért, hogy másokat életben tartson, hanem igazából az, hogy saját magát életben tartsa. Uh, úgy Isten igazából. Szóval az, hogy energiát ad másoknak, ez egy bónusz. Az, hogy életet ad másoknak, ez egy bónusz. De mindezeket saját magának adja, és minden képessége a köré helyeződik, hogy ez a karakter életben maradjon addig, ameddig Warframe-ben világ a világ, amíg ki nem hal az összes Grinier, és legalább 800 ezres szintűek nem lesznek, még akkor életben fog tudni uh, maradni. Szóval Uh, ja, nem szabad megragadni ennél a karakternél csak abban, hogy hogy a társaknak tud segíteni. Az egyszerűen elképesztően nagy segítség természetesen is. Nincs olyan játék, ahol azt fogják neked mondani, hogy én Trinity-t hazak. Nincs olyan játék, ahol azt mondják, hogy ne, ne, ne hozzál, mert minek? Nincs olyan játék. Ha te megmódsulás azt mondod, hogy Trinity-t hidd el, nekem senki nem fog ellent mondani. Azért, mert hogy te trinityt akarsz hozni, mert mindenki tudja, hogy minden képessége arra van, hogy csapatot életben tartson, és ezen felül, hogyha erősek a fegyvereid, akkor ö, elképesztő damage is tudsz ugye, ö, leosztani. Szóval, já, ja, srácok, jöjjön a modolás és a hozzávaló magyarázatok. Na szóval, elsősorban meg fogom mutatni a... Ö, Vampir Trinity-t, semmi extra Vampir Trinity-nek a lényege Hogy benne a Vampire Leech Nevű mod, ami túltölti a shieldedet Malapság ez igen hasznos És kevés legyen a duration Minél kevesebb a duration Annál gyorsabban tölti fel Azt a hatalmas Mennyiségű energiát Gyakorlatilag egy 700 Energiás szarint Egy 700 plusz energiás szerint, Ugye, prime-ot Két szívásból feltölt. Ez a build. Biztosan van gyorsabb feltöltős is, a 300%-ra mész. Én ezzel boldog vagyok 7 éve. 7 éve. Szóval, uh, ja. Ez ez a Vampire-lis build. Általában ezt hiszem, hogyha rabszolgatrénit kell játszanom. Na most. A videóban látott Survivor build az ez. Szóval a Trénitit umbrára upgrade-eljük igazából. Rage az Arcane Energize helyett sokkal jobban jön, mint az Energize. Energize nem lenne képes tartani a tempót igazából, mert amit látjátok 100%-on van az efficiency, az azt jelenti, hogy az ulti 100-ba kerül, és a 3-as 75-be kerül, de viszont sebzést az konstant kapsz, főleg endgame-ben, így aztán a Rage sokkal jobban jön, vagy a Hunter Adrenaline. Természetesen Umbra, mert miért ne? A adaptation szinte kötelező. Na most a rolling guard helyett berakhattok akármit, én a rolling guardot csak azért raktam be, hogy legyen extra védelem igazából. Szóval mentek egy narrow del is, hogyha, ö, uh, nem, hogyha minden nektek, hogy lecsökken a range, de azért ez a 100%-os range az, az rendben van, de egy ekilibrummal is mehettek. Szóval uh, akármit berakhattok a rolling guard helyett csak nekem már eleve így volt leformázva, így aztán lejen a egy rolling guard cím történet, de, de esküszön nem szoktam csítelni. Tehát ne, alig használom ki a rolling guardot igazából, te sem használod ki, mert, mert mert, nem kell neki, annyira erős, annyira erős karakter. Néha be, bekap egy durva státuszt, ha bekapsz egy durva státuszt, akkor Rolling le tudod magadról szedni, és emiatt azért hasznos tud uh, lenni. Szóval, hogyha hirtelen veszélybe kerülsz, ami nem igazán fordult velem elő, uh, <laughs> Trinity-vel, ez nem fog előfordulni, hogy hirtelen veszély, uh, így, így, így ezt te meg tudod oldani. Na most, a következő. <laughs> Ugye mondtam, hogy kavat kubró modolás, Kavat kubró, mind a kettő, ugye. A seppördöt használom, e, aura modnak, extra élet, extra armot, macskának, kutyának egy e, Megkapulz ugye a kubrókhoz és a tech a macskákhoz. Crit damage adnak a macskák, e, a pulzok pedig extra armot, attól függ melyiket viszem. A kutyát viszek, akkor ez a set mod fog megnövekedni, ha a macskát viszek, akkor ez a set mod fog meg növekedni. És amit látjátok, nagyon hasonlatos adatokban a másik, a, másik a modulásnál, annyiban, hogy itt egy vigorous swapot használok rolling guard helyett, pedig használhatnék el rolling guardot is, de miért, miért használjak, mikor értitek, egyet lövök, és elkezdek kardozni, és három másodpercig 165%-os damage lesz, nem rossz. Holster speed em e, nagyobb lesz. Continuity, ugye a hármas képesség és az ulti. Miatt Intensify Power Drift, azért, hogy a majdnem meglejen a 75%-os damage reduction tulajdonképpen, e, úgyhogy ez így kutya macskára tudom ajánlani. És akkor ha rátélünk, mondjuk itt van egy <laughs> <kül> ma uh, És rámehetünk a mit tudom, szokásos. Ez egy általános modalás tud lenni. Természetesen uh, a féle dolgokra is rámehetsz, hogyha arról van szó, de annyira nem nagy szám a technek a modolása ebből a szempontból. Ezért inkább a szint és a hunter kombinációkat használom, rásegít a dolgokra. Ezt tudnám olyan, általános macskáknak tök jó megcsinálja, amit meg kell csinálni. Kutya. Kutya madolás. Hölgyeim és uraim, ezt tudnám ajánlani, ezt a múltkor mutattam is volt ugye a mirázsnál. A meka azért itt sokkal jobban elő van Húzva. Uh, Hunter szint meka meka. Uh, minden benne van, aminek benne kell lennie a különböző különleges modokból, és ahhoz, hogy a kutyát túloldja élve. Bite, mole, uh, egyértelmű, hunt és fetch. Ez egy tökéletes kubro modalás abból a szempontból, és megfelel. Van, damage-e, van életbe és életben tud tartani a Trinity-vel. Szóval, uh, ja. Rendkedvéért akkor mutassuk meg a Tenót is. Madurai iskola, ugye bár uh, kihasználva a Blazing Dash-nek az erejét, uh, és az equipmentnél pedig Magus Anomaly, Magus Vigor annyira nem muszáj ebben az esetben, csak már más használok, bla bla, bla. Uh, rámennék egy uh, Magus Lockdownra, a Magus Vigor helyett. Szóval, ja, ezt, ezt, ezt mindenképp tudnám ajánlani, hogyha egy-két komolyabb Trinity játékra készülsz természetesen, hogyha úgy felkészülsz, na most keményen életben tartom a csapatot önmagamat, akkor Magus Magus Lockdown, és ennyi. Ennyi történne, hölgyeim és uraim. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni uh, Trinity-vel így 2020-ban, hogyan tudnám én elképzelni így az összes uh, új moddal, umbrával, mindennel, és, és hogy életben tartsa önmagát uh, gyakorlatilag. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni. Iratkozz fel, jeles kére nyomjára, hogy értesítés kapja videókról. Uh, ja, csatlakozz a Klánhoz, Discord szerverünkhöz, mindenhez link a videók leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!